A 60-as évek végén és a 70-es évek elején olyan filmek készültek többnyire, amelyeket, hogyha az ember megnéz 50 év múlva, akkor tudni fogja, hogy hogy éltek akkor az emberek, hogy hogy éltünk akkor. Hát nagyon sok nagyon izgalmas film született. A szerelmes filmmel egy időben forgattuk Makkároly Szerelem című filmjét. Aztán dokumentumfilmek közül, hát az nagyon érdekes volt, az egyik legérdekesebb máig, Sára Sándornak a Cigányok, meg az első filmje a Feldobott kő, az Én férjem az iskolákról csinált egy nagyon-nagyon érdekes, arról, hogy hogy tanítanak a Pókfoci című filmjét, Rózsa János. Aztán Kardos Ferenc csinált egy Őrült éjszaka című filmet, ami nagyon-nagyon érdekes volt. És egyáltalán abban az időben, hát azok a filmek, amelyek nem akkor játszottak, hanem mondjuk a Tizedes meg a többiek, az, és a Tanú. A Tanú, ami hát 10 évig ugye fiókban volt, hogy úgy mondjam, de nagyon-nagyon izgalmas, később bemutatott és nagy sikerű film lett. A szerelmes film, hát az a mi generációnk életét mutatta be, hogy mit jelentette az, hogy le volt zárva a határ. Hogy az emberek sorsát, az életét meghatározta, hogy melyik országba született. Meghatározta, hogy két ember, aki a gyerekkorát együtt élte, akinek minden emléke és minden pillanata egymáshoz kötődött, azok hogy voltak kénytelenek elválni, aztán végleg is elválni, akkor, amikor az egyik úgy határozott, hogy elmegy Magyarországról. De mi nagyon szerettük ezt a filmet. Minket még legyintett a háború szele, és úgy éreztük, hogy a mi életünkben már Európában nem lesz többé háború. Mert olyan gyűlöletet, olyan félelmet, olyan ellenséges szellemet váltott ki bennünk a háború szelleme, az háború elleni szellemet, hogy mi azt szerettük volna, hogy most már mindig béke legyen a világban. Az, hogy milyen különbség volt a két rendszer között, és milyen ritkán láthattuk meg, hogy mi van a másik oldalon, azt nagyon jól jellemzi az a jelenet, amikor Bálint András a vonaton utazik, és milyen őrült öröme van, és néz körül, a jobbról is kinéz a vonatból, balról is kinéz, és nem hiszi el, hogy már elhagyta az országot. És minden olyan más, minden nagy különbségnek látszik, az is, ami talán csak kis különbség volt. És számomra azért is volt ez nagyon kedves és nagyon, nagyon értékes, ez a szerep, ez a film, mert mi mindannyian együtt gondolkodtunk akkor a világról, az emberekről, arról, hogy hogy kellene nekünk élni, és hogy hogy élünk ahelyett, hogy hogy szeretnénk élni, és hogy hogy élnek itt vagy ott, és hogy hogy emlékezünk arra, ami a mi legkisebb születésünk idejében, legkisebb korunkban lezajlott Magyarországon. Békés Rita monológia ebben nagyon-nagyon szép képet ad arról, hogy kit hogy lőttek a Dunába annak idején. Egy gyönyörű jelenet, én szerintem gyönyörűen is mondja Békés Rita. És az egész film számunkra nagyon fontos volt, és nagyon kedves. És remélem, hogy a nézők ma is tudják élvezni. Nagyon kíváncsi vagyok, és nagyon érdekelne engem, hogy a mai embereket mennyire érinti ez a történet, és ez a film. Remélem, hogy még igen. Halász Judittal június 12-én délelőtt a Vitéz, a Kalóz és a Nagymama című koncerten találkozhatnak nézőink. További részletek www.városmajoriszínpad.hu